Köszöntelek benneteket, sziasztok! Az elmúlt hetek átlagosnál hűvösebb időjárása végre megszűnni látszik. Időjárásunk visszatér a normál kerékvágásba, és ismét 20-25 fok körüli, illetve a fölötti értékeket mérhetünk majd a délután folyamán. Ez annak eredménye lesz, hogy egyre inkább anticiklonális hatások fognak érvényesülni a Kárpát-medence térségében. De addig is még a tőlünk nyugatra lévő ciklon előoldalán érkezik, dél-délnyugat felől enyhébb légtömeg. Majd aztán látható, hogy a tőlünk keletre lévő anticiklon veszi át az uralmat időjárásunk fölött, és ennek áramlási rendszerében szintén dél felől enyhébb és szárazabb léghullámok érkeznek fölénk, tehát kevés lesz felettünk a felhőzet. Az előttünk álló éjszakára a ma délután képződő gomoly felhők fokozatosan összeesnek és ellaposodnak. Így az ország nagy részén kiderül az ég, majd az esti órákra. De ez csak átmeneti lesz, ugyanis délnyugat felől vastagabb felhőzet kúszik fölénk, ami egyre inkább észak-észak-kelet felé tart. Így előfordulhatnak ementén felhős körzetek. Mindebből csapadékra csak néhol kell számítani, és leginkább az ország északi felén, és ott is az éjszaka második felében. Az ország többi részén csapadék nem várható. A ma elkezdődő melegedés folyamata már kirajzolódik az éjszakai hőmérsékletekben is. Ugyanis általában 2 és 7 fok közé süllyed majd a hőmérséklet hajnalra, de a hidegre hajlamos helyeinken, mint a Duna-Tisza közi homokhátságon, illetve az északkeleti völgyekben ennél néhány fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetünk. Majd aztán holnap napközben folytatódik a napos, gomoly felhős idő. Látható, hogy már a maihoz képest is néhány fokkal erősödik a nappali felmelegedés mértéke, és általában 19 és 23 fok közé melegszik fel a levegő majd a délutáni órákra. A legmelegebb a déli, délkeleti területeken lesz. Emellett a déli szél egyre inkább megerősödik, majd az északnyugat-Dunántúlon, másút azonban leginkább csak élénk széllökésekre kell számítani a déli szélből. Az ezt követő időszakban egészen látható, hogy a jövő hét közepéig hasonló időjárásra kell számítani. Tehát marad a napos és száraz időjárás, és emellett csak kevés fátyol és gomoly felhő lesz majd felettünk. Egyre inkább fokozódik a nappali felmelegedés mértéke, tehát az ország nagy részén a jövő hét elején akár már 25 fok fölé húzhat a hőmérő higanyszála. Emellett pedig az éjszakai fagyok is megszűnnek. Ezzel szeretném is megköszönni figyelmeteket, és hogyha tetszett a videó, akkor lájkoljátok, és kövessetek minket az alábbi elérhetőségeken. Nézzetek és hallgassatok minket holnap is! Csodás szép napot, sziasztok!